Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Deák Dávid üzletkötő a vonalban, jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát a tegnapi szűtjögés után ma merre megyünk? Ma csökkenéssel kezd a Budapest értéktős, de meg igazából minden főbb nyugat-európai index is. 1%-os mínuszban a BUX index 45.467 ponton áll jelen pillanatban. Meglehetősen magas forgalommal, így az első 40 perc után az 1,3 milliárd forintot is eléri a forgalom. A nagyobb blue chipeink közül egyedül a Magyar Telekom kezdi emelkedésre napot, 2,1%-os pluszban 413,5 forinton áll jelen pillanatban. És az OTP egy nagyobb minusszal indít, igazából ő tolja lefele magával az indexet, 1,5% fölötti pluszban 14.830 forinton áll jelen pillanatban, 8%-os mínuszban a MOL részvény 2.260 forinton kereskedik a hazai olajpapír, és 4%-os csökkenésben a Richter 8.350 forinton áll. Uh-huh. Oké, okay. De hát ugye az OTP tolta fölfele is az elmúlt napokban, majdnem történelmi csúcsra is jutott, hogy valahol törvényszerű, hogy a korrekció itt a legnagyobb, nem? Vagy azért ez most súlyosabb, mint egy... Nem gondolom, valóban én is azt gondolom, hogy amit említettél, hogy nagyon szép emelkedésen volt túl az elmúlt néhány kereskedési napban az OTP, picit elromlott, úgy látszik a nemzetközi hangulat, és ilyenkor természetszerű egy korrekció. Ez egyébként még egyáltalán nem gondolom, hogy akár trendfordító is lenne, de majd ezt meglátjuk a következő kereskedési napokban elválik. Oké, tehát magyar specifikum nincs, nem nagyon lehet, sőt, hát gondolom, hogy a GDP adat az inkább pozitívan hathatott, de ezek szerint nemzetközi hangulat szivárog be. Így van, a nemzetközi hangulat is egyébként a hazai mozgáshoz hasonló, mert 1%-os mínuszban a német DAX index, 0,9%-os mínuszban a párizsi Kakaron, ahogy a londoni FTSE is, és az amerikai határidők is egyébként hasonló mozgás mutatnak, a NASDAQ 1% fölötti mínuszban, még az S&P 6,1%-os mínuszban van ebben a pillanatban. Uh-huh. Oké. Okay. Forint áttörte a 350-es szintet. Igazából a 351-jel próbál küzdeni, most egy picit fölötte vagyunk, 351 forint 50 fillért kell jelen pillanatban 1 euróért fizetni, és 287 forint 50 fillért pedig 1 dollárért a bankközi devizapiacon. Nagyobb keresztegű egyébként nem nagyon látni dollár erősödést, azért itt az elmúlt napokban gyengélkedik a dollár, és elég jól teljesít az angol font. Euró-dollár most 1.22.30, még a font-dollár 1.41.85 ebben a pillanatban. Uh-huh, oké, okay. Láttok rá esélyt egyébként, hogy ez a fontos szint áttörhető legyen? Tehát nagyon izgalmas lenne, hogyha sikerülne 350 alá jutni a hosszú-hosszú idő után. Én azt gondolom, hogy amúgy most minden lehetőség adott rá. Én azt gondolom egyébként, hogy mivel most nagyon-nagyon sokat erősödött a forint, ha megnézzük, azért 364 forint 50 filléről gyakorlatilag 350 forintig azért viszonylag egyenesen két hét alatt le tudott jönni. Itt szerintem egy természetszerű, ugyanúgy, ahogy a részvénypiacon is egy ekkora egyirányú mozgás után egy korrekció, de hogyha nem visszük felfelé át itt a fontosabb technikai szinteket, tehát nem fogjuk újra a 358-360-as szintet felfelé átvinni, akkor valóban jó esély van arra, hogy itt a nyár elején, a nyári hónapokban akár egy 350 alatti szintet is láthassunk, de azért ezt óvatosan kezelném, mert ez a 350-es úgy látszik egy fontos lélektani szint is az árfolyamban. Uh-huh. Oké, okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük, szép napot! Köszönjük, szép napot! Neked is. Szia, szia! Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdenyitásról, és persze az egyre izgalmasabbá váló forintról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.